Petőfi Sándor híres városa hazánk középső részén található. Az Alföld minden szépségét magában rejtő Kecskemét földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a találkozások városa volt. Különböző vallások és kultúrák kereskedői találkoztak itt. A történelmi főtér különlegessége, hogy az országban egyedülálló módon szinte az összes felekezett temploma megtalálható. A városházától nem messze magasodik a református, az evangélikus, az ortodox és több katolikus templomtornya. De feltűnik a közelben az 1970-es években átalakított zsinagóga épülete is. A városban a számos szecessziós palota mellett egy eklektikus stílusú ékszertoboz is elkábráztat. Ez pedig nem más, mint a Kecskeméti Nemzeti Színház, amely a város szülöttének, Katona Józsefnek a nevét viseli. De a világhírű zeneszerzőnk Kodály Zoltán is itt látott napvilágot. És ha már zene, itt található az ország legnagyobb hangszergyűjteménye. Képzeld, nálunk szinte az összes magyar népi hangszert ki lehet próbálni, azokat is, amikkel Kodály találkozott annak idején. 5 kontinensről vannak itt instrumentumok. 1832 és fél hangszer van a gyűjteményben. Mi a fél hangszer? Képzeld, volt itt egy csapat gyerek, és véletlenül összetörtek egy görög buzukit, amit nem sikerült megszerelnünk, úgyhogy azóta azt félreértékeljük. Ez fantasztikus. És ez mi is pontosan? Ez egy alpesi kürt, itt az Alföld közepén, és hogyha egy picit gyakorolsz, akár 25 kilométerre is tudsz vele üzenetet küldeni. Hát ilyen régi SMS igazából. Én még gyakorolok, mert úgy érzem, hogy maximum a szomszédban hallottak. Inkább egy elefánt volt.